túl vagytok az adminisztratív és a technikai átvételem. Arról mesélj nekem, hogy a legutóbbi szendrői futam óta mi történt veletek? Hát nyaraltunk, és tegnap cseréltünk egy turbót, ma beprogramoztuk az autót, és jó, minden. Mondhatjuk azt, hogy ez a turbó egy nagyon kardinális kérdés az utóbbi időben az autónál? Hát nem, hát amikor összetört az autó, akkor tönkrement a turbó is, mert hirtelen megáll, akkor utána felmelegedett, egy kicsit nem töltött olyan jó. És akkor csak az előző versenyre nem volt idő leellenőrizni a szinten, mert úgy készült el az autó, hogy felálltunk a trailerre, aztán elmentünk a szendrői versenyre. És aztán most ezt orvosoltuk, ezt a hibást is, ennyi. Hát nincs ebben a sűrűn baj, csak most volt idő csinálni, mert nem voltunk itthon. Mennyire vagytok végre képben a pályákat tekintve? Hát ezeken ez a mexikói völgy, ez egy fantasztikus pálya, de nem mentünk még rajta. Jukóbányán mentünk már, ott már 99-ben mentem utoljára, akkor nem volt annyira pozitív, mert fél év voltam kórházba utána. De amúgy, amit tetszenek, jó helyek. Mi a véleményed arról, hogy más versenyrendszer futamain egyre apad a létszám, és pedig egy olyan verseny előtt állunk, ahol közel 200 autó áll rajta? Hát mondjuk ilyen gyorság itt ennyi pénzért nem kap sehol se, tehát az mindenféleképpen biztos benne van. Hát az a baj, hogy mondjuk egy első osztálynak a nevezési díjából egy kisebb autóval el lehet menni egy komplet RTS verseny. Nem azt mondom, hogy az jó, az egy más, az első osztály az egy másfajta verseny, az hosszabb, igazából nem is, szerintem nem is szerencsés ezt behasonlítani azt a rally túrával. Másabbak a pálya, mondjuk itt most teljesen első osztályos, sőt VB-s gyorságig vannak, tehát most ez azért jó volt, de egyébként Egerben is már nagyon jó volt, az egyik gyorság, mit mondtam, Esztergomot akartam mondani, bocsánat. Esztergomba az is egy nagyon tempós, nagyon technikás gyorság, hát ez most itt meg mind a kettő az. Egy futam van még a Miskolcin túl a bajnokságból, Vác. Terveitek szerint hát szeretnénk, ha már ilyen csonka évet mentünk, meg ilyen szerencsétlenül jöttek több dolog úgy állt össze, hogy kicsit ez most nem voltunk annyira toppon, ez úgy nézett ki ez az év, de menni szeretnénk Vácon is, meg utána még lehet, hogy utána még szilveszteren is, vagy Mikuláson majd meglátjuk. Akkor már többet most nem is kérdezek, majd köszönöm. Inkább a gyorsaságék után, hogy sikerültek, illetve hogy álltatok. Köszönöm szépen. Próbálkozunk. Most.